ünnepi megemlékezéseket tartottak a Kultúra napján. Köszöntötték a vállalkozókat. Központi felvételit írtak a nyolcadikosok. Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerencsi Városi Televízió híradóját látják. A Magyar Kultúra Napja alkalmából országszerte ünnepi megemlékezéseket tartottak január 22-én. Szerencsen rendhagyó irodalomórát és szavalóversenyt is szerveztek az oktatási intézmények. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra... A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. A Bocska István Katolikus Gimnáziumban ebből az alkalomból rendhagyó irodalomórát tartottak. Az eseményt Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes nyitotta meg, akit Galgóczi Ferencné szavalata követett. Dóczi Henrietta, felvidéki származású gitárművész, verses zenés produkciót adott elő. A Magyar Kultúra Napjára emlékezve tartottak szavalóversenyt január 22-én a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. Az eseményre a felső tagozatos diákok egy szabadon választott verssel vagy prózával nevezhettek. A legjobban teljesítő tanulók ajándékot kaptak. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola könyvtárában felolvasó versenyt rendeztek. Az iskola könyvtárosa ismertette a verseny szabályait, mely szerint a résztvevő felső tagozatos diákoknak egy általuk szabadon választott irodalmi műből kellett felolvasniuk részletet. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében is tartottak megemlékezést a Rákóczi Vár lovaktermében. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait. Hogy erre, ami közös, különleges, egyedi kincsünkre, ami saját kultúránkra, amely nagy részt a nyelvünkből adódik, arra nagyon vigyázunk. És különösen vigyázunk kell itt vidéken, mert hogy a kultúra az mindig a vidékhez, a falvakhoz kötődik, a nagyvároshoz, a civilizációhoz. Az eseményen dr. Korondi Klára képviselő József Attila a Dunánál című versét szavalta el, majd felléptek a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai, és műsort adtak a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola tanulói. A Bocska István Katolikus Gimnázium diákjai zenével és verssel készültek az alkalomra, a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanulói pedig verseket szavaltak. A műsor zárásaként Nagy József versmondó, Vörös Marti Mihály a Véncigány című versét adta elő. Január 25-én tartotta meg az önkormányzat a vállalkozók hagyományos újévi köszöntését. A Szerencsi cégek vezetőinek Koncz Ferenc polgármester köszönte meg az elmúlt esztendőben végzett munkájukat, és azt, hogy teljesítik adózási kötelezettségüket. Hagyományosan minden év januárjában köszönti a város önkormányzata a helyi és környékbeli vállalkozások vezetőit. A január 25-i eseményen zsúfolásig megtelt a Rákóczi Vár Színház terme. Az általunk megkérdezett cégvezetők szerint egy sikeres vállalkozás több összetevőből áll. Először is kell hozzá vállalkozási a hajlam, elszántság és egy döntés, hogy na, most vállalkozni fogunk, és azt nem tudom, hogy mi lesz a végeredmény, de aztán, hogyha az ember lelkiismeretesen, becsületesen és valami iránt elkötelezetten csinálja azt, amit csinálni kell egy vállalkozás keretében, akkor majdnem biztos, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis eredményes lesz a munkája. Sikeres vállalkozáshoz elhivatottság kell, és elképzelés, gondolat. Meg kell tudni valósítani az álmokat. Merjünk álmodni, merjünk nagyokat álmodni, és ezekhez az álmokhoz pedig rendeljük hozzá a napi, rendszeres és sziszifuszi munkát, ami meghozza előbb-utóbb a gyümölcsét. Természetesen ez csak úgy megy, hogyha az ember képzi magát, folyamatosan figyeli a gazdasági és politikai eseményeket, és ehhez próbálja, ehhez a gazdasági környezethez alakítani a vállalkozását. Hát
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a vállalkozásokból befolyó adó évről évre meghatározó része a város költségvetésének. Számba vehető segítsége a szerencsi vállalkozói kör, akik a fegyelmezett hozzáállásukkal, a helyi adózásukkal lehetővé teszik azt, hogy a város és az intézményei is, mindig az intézményekről van szó elsősorban, évről évre problémamentesen tudjanak működni. Ezért mi minden éven, év kezdés környékén egy új fogadással megköszönjük a vállalkozóinak ezt a fajta hozzáállást. A város vezetése és a városban működő vállalkozások között rendkívül szoros az együttműködés. A polgármester arról is beszélt, hogy országgyűlési képviselőjelöltként elindul az áprilisi választáson. Olyan személyi változásokat is bejelentettünk itt a mai napon, amelyek a város életében mindenképpen számottevőek. Köztudomású most már úgy gondolom, hogy a város polgármesterének az országgyűlési képviselői választáson lesz feladata, lesz dolga. Ebben kell, hogy dolgozzam, és a város alpolgármesterét bemutattam, Nyíri Tibor alpolgármester urat, akivel együttműködve úgy gondolom, hogy további lehetőségeket fogunk tudni a város számára, de nem csak a város számára, hanem a régió számára is létrehozni. Egy olyan felhajtóerőt tudunk majd reményeim szerint különben a helyi vállalkozókkal együtt produkálni, ami mindnyájunk számára kívánatos és előrelépés jelentett a jövőben. Kovácsi Attila, a Borsodabói Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke pohárköszöntőjében arról szólt, hogy szerencsén működik a megyei top 100 vállalkozásból 3 cég is, a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT, a Hegyeljatár Kft. És a Szerencsi Bonbon Kft. Az este folyamán az Ismerős Arcok zenekar énekese Nyerges Attila Apák és fiúk című zenés irodalmi estjét láthatták a vendégek, Leczó Szilveszter zongora játékával kiegészülve. A Borsodabói Zemplén megyei önkormányzat január 18-án sajtóreggelit tartott a megyeházán, melyen részletes tájékoztatást adtak az önkormányzat 2018-as feladatairól, céljairól. Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy a terület és településfejlesztési operatív program keretében a 2014-2020-as időszakra 93 milliárd forint áll megyénk rendelkezésére. Borsodabaui Zemplén megyében 358 településből eddig 134 nyert legalább egy pályázattal. Bánni dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke a két általa menedzselt szakterületről, a szénbányászatról és az értéktárról szólt. Dr. Kovács János, megyei főjegyző, a Borsodabaui Zemplén megyei területi választási iroda vezetője emlékeztetett rá, hogy a köztársasági elnök április 8-ára írta ki az országgyűlési választás időpontját. Elmondta, hogy megyénkben 539.907 választásra jogosult polgár él. Újévi köszöntőt tartott a Szerencsi Tankerületi Központ január 19-én a Szerencsi Középiskolai Kollégium ebédlőjében. Az eseményen Szabó Árpád igazgató köszönte meg az intézmények vezetőinek, valamint a települések önkormányzatainak elmúlt évi munkáját és az együttműködést. Az igazgató kiemelte, hogy nehéz, de eredményes év áll a tankerület mögött, hiszen közel 3,7 milliárd forintos összeget sikerült elnyerni, amiből az elmúlt 30 év legnagyobb beruházása fog megvalósulni a közeljövőben. A támogatásból minden intézmény részesül majd. Szabó Árpád elmondta, hogy a stabil gazdálkodásnak köszönhetően 480 millió forintot takarított meg a tankerület, amit felújításokra és eszközbeszerzésekre fordított. Ezt követően Koncz Ferenc polgármester osztotta meg gondolatait, hangsúlyozva azt, hogy az oktatási rendszer nagy változásokon ment keresztül, de az ebben a régióban nem okozott gondot, hiszen a térség iskolái és a tankerület közötti összefogás elősegíti az eredményes munkát.
Az országos kiírásnak megfelelően idén január 20-án tartották meg a középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgát a Bocska István Katolikus Gimnáziumban. A felvételi vizsgán ebben a tanévben szerencsén 144 tanuló vett részt. A legtöbb középiskolában már követelmény az írásbeli vizsga, melyen a diákok magyar nyelvből és matematikából adnak számot a tudásukról. Január 20-án a Bocska István Katolikus Gimnáziumba a Szerencsi és környékbeli iskolákból érkeztek tanulók. A vizsgán nem forgathattunk, ezért másnap kérdeztük a diákokat a felvételiről. A Bocska István Katolikus Gimnáziumban január 20-án megírtam a központi felvételit. Úgy éreztem, hogy a magyar az jóval könnyebb volt, mint a matematika, így az jobban is sikerült. Szerintem a magyar felvételi feladatok könnyebbek voltak, mint a matek, és ezt is elősegítette a Bocskaiban a gyakorló meg a felvételi előkészítők, és a matekra is szerintem megfelelőképpen fel lettünk készítve, bár az egy kicsit nehezebb volt. A Bocska István Katolikus Gimnáziumban 6 héten keresztül tartottak felvételi előkészítő órákat 8. osztályos diákoknak, hogy ezzel is segítsék a felkészülést a vizsgához. A korábbiakhoz mérten állították össze a feladatsorokat, közepes nehézségű volt, és ilyen feladatokat gyakoroltunk itt ebbe az iskolába is a felkészítés ideje alatt. Én remélem, hogy a tanulók elégedetten fogják majd az eredményeket megnézni. Az írásbeli eredményéről a vizsgát szervező középiskolák február 8-áig tájékoztatják a vizsgázókat. A diákok a vizsga részletes eredményeit is megnézhetik azon az értékelő lapon, amelyet a középiskolától kapnak meg. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola az Egri Főegyházmegye 8,5 millió forintos támogatásával az idei tanév második félévében bevezeti a LEGO robotika oktatását délutáni foglalkozások keretében. Az építőjátékok segítségével a diákok olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyekre a későbbiek során alapozhatnak. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában az idei tanév szeptemberétől bevezették a Sakkpalota nevű képességfejlesztő oktatási programot az első évfolyamos diákok körében. Emellé a második fél évtől a gyerekek egy igen közkedvelt játékot, a Legót is használhatják majd. Legnagyobb előnye, hogy a játék darabjai kompatibilisek egymással, tehát bármelyik másik Legóval összeépíthetőek. Az új játék bevezetése rendkívül jól alkalmazható a gyerekek térlátásának és kreativitásának fejlesztéséhez. Úgy gondolom, hogy minden magyar háztartásban megtalálható ez a játék, és nem is gondolják a szülők, hogy a gyermeknek mindenféle képessége, készsége fejlődik, miközben játszik. A LEGO Education eszközök tehetséggondozásra és felzárkóztatásra is egyaránt használhatóak. Az eszközöket már az első évfolyamos diákok is használhatják majd a magyar és matematika óra keretében. A felső tagozatos diákok 3 csoportban már a robotokkal fognak foglalkozni. A játék során a tanulók kétféle robottal ismerkedhetnek meg, amivel a gyerekek a programozás alapjait fogják elsajátítani, a fizikai ismeretekkel és a mechanikai alapokkal együtt. A robotok segítségével fejlődik majd a tanulók problémamegoldó képessége és az algoritmikus gondolkodása, melyek a tanulási nehézségek leküzdéséhez járulnak majd hozzá. Maga az ötlet az onnan származik, hogy személyes tapasztalatom van a robotika terén, illetve ugye a saját gyerekeim által a legózás terén, de intézményes kereteken belül egy számomra nagyon kedves volt kolléganőm, az, aki bevezetett engem a robotikának a világába. A hagyományoknak megfelelően január utolsó két hetében félévi vizsgák során adtak számot a tudásukról a művészeti iskola növendékei. Az intézményben néptánc, képzőművészet, színjátszás, valamint zenei tanszakon tanulhatnak a diákok. Idén 436 tanuló mutatta meg az elmúlt fél évben szerzett tudását tanárainak. A munka a második fél évben még intenzívebben folytatódik, hiszen a versenyek és fesztiválok időszaka kezdődik majd. A művészeti iskola továbbra is kiemelkedő feladatának tekinti a tehetséggondozást. A legnagyobb feladatunk az a tehetséges gyerekek felismerése, kiemelése és gondozása, tehát ez az, amit napi szinten végzünk iskolánkban, és az, hogy ők megkapják azt a kiemelt figyelmet, ami esetleg a későbbi sorsukat is befolyásolja majd.
A hagyományokhoz híven immáron 13. alkalommal került megrendezésre a polgári bál január 20-án, melynek a Bocska István Katolikus Gimnázium adott otthont. A bál során befolyt összeget ez alkalommal is jótékony célokra ajánlották fel. A farsangi időszakra jellemzően már javában tart a báli szezon. Múlt hétvégén már 13. alkalommal rendezték meg Szerencsen a polgári bált. Az eseményt Ringer István tárogató játéka nyitotta meg, melyet a diákok palotás tánca követett. A bálon beszédet mondott az est fővédnöke, Koncz Ferenc polgármester. Nagyon remélem, hogy az az elképzelés is értő fülekre talál minden kedves vendégünk részé, hogy a szerencsi polgári bál az nem csak bál. A szerencsi polgári bál az egy kulturális rendezvény is. Ilyen funkciója is van, ilyen szerepe is van. Ennek is megpróbálunk eleget tenni, ennek is megpróbálunk megfelelni. Ezért hívjuk olyan vendégeket, akik meg tudják mutatni a magyar kultúrának azt a részét is, amit én meggyőződéssel vallok, hogy ez a közönség, akik jelen van, bizonyosan értékel és érteni fog. Elmondta, hogy a bál során befolyt összeget ez alkalommal is jótékony célokra ajánlják fel, majd felkötötte az első bálozóknak járó szalagot. A rendezvényen védnöki szerepet vállalt dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Guller Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Az államtitkár jó kívánságait dr. Csisztus Zsuzsa újságíró sportjogi szakjogást tolmácsolta a megjelentek felé. A városi hatékonysági bárja mára már nem csak a település, hanem az egész térség életében kiemelt jelentőséggel bír, és üdvözlendő az a hozzáállása, hogy örök együtt egymásért városi tőke és hagyományok megőrzéséért, a jelen értékeinek gyarapításáért, és még egy világzott jövő alapításáért tesztek. Már nagyon-nagyon fölnőttek, Petike most már 4 éve, akkor 4 évente járok ide, mindig amikor választás van, engem hívnak. Jó, semmi gond, intézek mindent, csókolom, nyugodtan jessenek lenni. Az estéjén fellépett Aranyosi Péter humorista és Balázs Péter színművész. A műsor zárásaként Vadkerti Imre énekes, a Kormorán együttes frontembere aratott elsöprő sikert a bálozók körében. A bál a hajnalig tartó tánccal folytatódott. Pásztorszobrot avattak Kesznyitenben január 19-én. A Tiszatáj Környezet és Természetvédelmi Közalapítvány ezzel szeretne emléket állítani a valamikor élt pásztorok tiszteletére. A Kisgazda Polgári Egyesület és a Zöld Áramlat Alapítvány által közösen megvalósított szobrot Kesznyiten Szamárháti látogatóközpontjában állították fel. A Kisgazda Polgári Egyesület és a Zöld Áramlat Alapítvány által közösen megvalósított szobrot délelőtt avatták fel Kesznyéten Szatmárháti látogatóközpontjában. A szobor avatásán elhangzott, hogy az alkotás a Dél-Borsodban, a Hortobágyon és a Takta közben valaha élt pásztorokat, a hozzájuk köthető életmódot és tudást szimbolizálja. Az avatáson Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédében kiemelte, a jövő mezőgazdaságában a magyar pásztornak is ott kell lennie. Hölgyeim és uraim, jelképezze ez az egységes tömb. Azt a szikár, megingathatatlan pásztor jellemet, amire ma is szüksége van a magyarságnak. Szüksége van, hogy azon a síkon, amikor a horizont egybefügg a legelővel, akkor ott egy kiemelkedő biztos pont, maga a pásztor ott legyen. A koszorúzással egybekötött avatást szakmai előadások és konferencia követte. Az eseményen részt vett Koncz Ferenc, Szerencsváros polgármestere. Koncz Ferenc hangsúlyozta, az eltűnőben lévő kistermelői állattartás egy különleges elfoglaltság volt a falusi embereknek, amit meg kell őrizni, hiszen ez a magyar kultúra szerves részét képezi. A Szerencsvárosi Sportegyesület férfi kosárlabda csapata január 17-én a Tiszaújvárosi Főnix KK gárdájával mérte össze erejét a Hunyadi Sportcsarnokban.
A kékmezes tiszaújvárosiak már az első negyedben jelentős előnyre tettek szert, melyet megtartottak a második negyedben is. A félidőben 45-31-es tiszaújvárosi vezetés mellett mentek szünetre a játékosok. A második játékrészben azonban összeállt a szerencsiek védekezése. A mérkőzés a szerencs VS-e győzelmével zárult, végeredmény 81-68. Andrész Tamás, a szerencsi csapat edzője érdeklődésünkre elmondta, hogy a két korosztályból álló gárdának leginkább a sebességben és rutinban kell fejlődnie. A következő hazai összecsapásra január 31-én kerül majd sor, ahol a szerencsi kosarasok a tiszaújvárosi Klub 96 csapatával mérkőznek meg. A Szerencsvárosi Sportegyesület sakcsapata január 7-én a DVTK 3 csapata ellen játszott idegenben, ahol 6-6 arányú döntetlen eredmény született. Január 21-én a Rákóczi Várban rendezték a bajnokság következő fordulóját, ahol az első osztályban jeleskedő Szerencs Edelény gárdájával mérhette össze tudását. Az eseményt Szabó László versenybíró nyitotta meg, aki ismertette a játékszabályokat. A rendezvényen Balog Imre, a Szerencs VSS sakszakosztály vezetője, és Galkó Tibor, az Edelényiek csapatvezetője köszöntötte a versenyzőket, majd kezdetét vette a mérkőzés. A szerencsiek mindent megtettek a győzelemért, a listavezető Edelényiek azonban magabiztos játékuknak köszönhetően 7-5 arányban múlták felül a hazaiakat. Tartalmas évet zártak a szerencsi sportolók a tavalyi évben. A jelenleg működő 9 szakosztály mindegyike képviseltette magát a bajnokságokon és versenyeken. Az elmúlt két adásban már beszámoltunk a Szerencs VS-e 6 szakosztályának az eredményeiről. Összefoglalunk harmadik egyben utolsó részében az asztali tenisz, az úszás és a sakk szakosztályok évéről ad tájékoztatást Nyíri Tibor, a Szerencs VS-e elnöke. Az asztali tenisz szakosztály a tavalyi évben mozgalmas és tartalmas évet zárt. Ez volt az első olyan idény, ahol már megfelelő körülmények között zajlottak le a hazai mérkőzések. A vendégcsapatok korábban sokat panaszkodtak a rossz körülményekre, például a nem megfelelő világításra, ami miatt nem lehetett jól látni a labdát. A felújított Hunyadi sportcsarnokban már szinte NB1-es feltételek mellett játszhatnak a játékosok. Világításban szupervilágítás, a lengőpadló szuper, tehát megkockáztatom, illetve ezt a asztali teniszezőktől hallottam, hogy NB1-es feltételek vannak, már ami a versenyeztetésnek a feltételeit jelenti, azzal, hogy megújult a Hunyadi sportcsarnok. Tavaly változás történt a csapatok létszámában. A Szerencs VS-e két gárdát indított a bajnokságokon, egy NB2-es és egy NB3-as csapatot. Az utóbbit főként fiatalok alkotják. Az NB2-es csapat jelenleg az északkeleti csoport negyedik helyén áll. A tavalyi évben a vezetésben is történt változás. Csorba István korábbi edző befejezte a csapat irányítását, helyét Köllő András vette át. A szerencsi edzéseket rendszeresen látogatja és segíti Lee Hongyang. Lee Kínában született, most Miskolcon lakik feleségével. Már 5 éves korában elkezdte a pingpongot, az egyetemen asztali tenisz szakedzői és testnevelői tanári szakot végzett. A lehető legkeményebben szeretnék dolgozni, elsősorban a gyerekek fejlődése érdekében. De úgy vélem, hogy segíteni tudok a felnőtteknek is a Kínában megszerzett tudásommal és tapasztalatommal. A Szerencskupa asztali tenisz bajnokságot 9. alkalommal tartották meg tavaly a Kulcsáranita sportcsarnokban. Ez bekerül a megyei, sőt az országos versenynaptárba. Jé, már megint Szerencs évről évre több mint 100 versenyzővel, nem én mondtam, hanem Csorba István előző szakosztályvezető úr mondta, hogy ez az egyik legsikeresebb Kelet-Magyarországon a Szerencskupa, amit mindig Szerencsváros napjához kötünk. Az úszó szakosztály versenyzői hasonlóan az asztali teniszezőköz régiós és megyei bajnokságokon vettek részt. Az úszókat Farmosi István oktatja és edzi. A szakosztály élén Váci Pétert Kis Attila képviselő váltotta. Nyíri Tibor szerint az úszásban is az a legfontosabb, hogy a lehetőségeket megteremtsék a sportolni vágyóknak, amivel együttesen az utánpótlást is biztosítják. Tavaly májusban 12. alkalommal rendezték meg a Szerencskupa úszóversenyt, amin összesen 153 versenyző indult. Szeptemberben 11. alkalommal rendezték meg a 24 órás úszást, amire csaknem 101 úszó nevezett, és több mint 200 kilométert úsztak le.
A sakkozókat Balog Imre vezeti már hosszú évek óta. A tavalyi évben sok régiós bajnokságon vettek részt. Jelenleg a megyei első osztály negyedik helyén állnak. Tavaly harmadik alkalommal rendezték meg a Csoki Kupa Szerencs elnevezésű versenyt, amelyre minden alkalommal egyre több csapat nevez be. Az egyik legrégebbi és leghíresebb városi verseny a Zemplén Kupa sakkverseny. 27. Zemplén Kupát sikerült megszervezni, ez nagy szó. Köszönet az elődöknek, hiszen ezt nem mi kezdtük, mi csak folytatjuk, de azt hiszem, hogy erre a neves és rangos versenyre nem hoztunk szégyent, hiszen ugyanúgy, ha nem megerősödve, folytatjuk a hagyományokat. Ez volt a Híradó január 26-án. Adásainkat visszanézhetik a szerencsehírek.hu weboldalon. Friss híreinket megtalálják Facebook oldalunkon, és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A Híradót készítő kollégák nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!